December 5-én a Házhoz megy a zenede program keretében egy zenetörténeti előadással egybekötött nagyszabású koncertet láthattak és hallhattak a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ növendékei. Elmondom a rövid történetüket, esetleg egy érdekes sztorit, és utána muzsikálunk is, és a háttérben van egy projektkivetítő, ahol a gyerekek látják is, vagy fényképeken, vagy akár koncertfelvételeken, miközben mi élőben muzsikálunk, mondjuk a Woodstocki koncertet Jimi Hendrix-tól. Úgy találtuk ki 2 évvel ezelőtt a turnét a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, hogy az 1 órás zenetörténeti koncerten túl lesz egy félórás úgynevezett hangszersimogató, hozunk egy teherautó hangszert a Yamaha támogatásában, és a gyerekek kipróbálhatják magukat a basszusgitáron, a gitáron, a zongorán és a dobon. Ezzel szeretnénk ösztönözni őket, hogy minél többen tanuljanak hangszeren, és hát vannak olyan gyerekek, akik még életükben nem ültek le egy hangszerhez, és mi bízunk benne, hogy valamelyik hangszert megszeretik. A zenekar vezetője Bordás József, aki a Házhoz megy a zenede oktatási centrum ügyvezetője, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett dobművész, valamint Artisius zenetanári díjas pedagógus is egyben. Zenésztársaival együtt fergeteges hangulatot varázsoltak az iskola aulájában. 2 évvel ezelőtt avval a céllal hoztam létre a Házhoz megy a zenede produkciót, hogy az általános iskolában és a középiskolában tanuló gyermekeknek megmutassuk a könnyű zene szeretetét, hogy bemutassuk a rock és a pop zene történetét egészen az afrikai ősi zenétől a napjainkig, nemzetközi és természetesen magyar viszonylatban, és megmutassuk azokat a magyar ikonikus művészeket, zenészeket, akiken keresztül fejlődött a könnyű zene. A 2023-as Kárpát-medence turné a végéhez ért. 23 magyarországi, 6 vajdasági és 1 felvidéki településen összesen 57 előadás valósult meg. Érdekességnek számít, hogy felvidéken először Szepsiben léptek színpadra a zenészek. A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúráért Alapítvány szervezésében és támogatásában hozzuk létre ezt a Kárpát-medencei turnét, ahol 50 magyar településre és 25 határon túli magyar lakta településre megyünk el a magyar gyermekekhez. Vajdaságba, Erdélybe, és hát egyelőre felvidéken ide Szepsire jövünk, nem igazán találunk partnereket, nagy magyar városokat keresünk, és sem a művelődés szervezők, sem az iskolák nem partnerek abban, hogy megvalósuljanak felvidéken, úgyhogy ez egy szívfájdalmam, de itt, ebben az egyházi iskolában nagyon nagy befogadás van, és már nagyon várjuk azt, hogy jöjjünk ide, és remélhetőleg el fog menni a híre, hogy miről szól ez az előadás, és hogy miért fontos a magyar identitásnak az, hogy a gyerekek tudják azt, hogy a magyar kultúra, a magyar könnyűzene hogyan fejlődött, és kapunk majd a későbbiekbe egyéb felkérést is, hiszen számunkra pontosan annyira fontosak a felvidéki magyar gyerekek, mint a vajdaságiak vagy az erdélyi gyermekek. Az egyházi iskola központ kapui nyitottak, számos különleges, nem mindennapi programnak adnak teret és otthont. Az utóbbi időben nagyon sok érdekes programot láthatott a közönség ebben az iskola központban. Példának erejéig Szarka Tamást láttuk vendégül, volt egy nagyszerű országos lefedettségű adventi koncertünk, volt hangszerbemutatónk, most pedig a Házhoz megy a zenede című produkció látogatott el hozzánk. Én intézményvezetőként nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek minél több lehetőséget kapjanak ilyen kulturális eseményeken való részvételre, hiszen a zene az minden léleknek a része, és az adventi koncertünk előtt elmondtuk, hogy aki szépen énekel, az kétszer imádkozik. Nagyon örülnek a gyermekek és a szülők is ezeknek a programoknak, és hát jó érzéssel távoznak minden egyes koncert után. A produkció után pozitív visszajelzések érkeztek mind a gyermekek, mind a pedagógusok, mind pedig a szülők részéről. A cél tehát teljesült, sikerült ugyanis emléket állítani a híres zenészeknek, és ösztönözni a gyermekeket arra, hogy hangszeren játszanak.